tudom, hogy tudják-e, hogy ez az ősi himnuszunk, ez ennek a dallama, a nyék törzsünknek a himnusz dallama volt. Sajnos a szöveg elveszett, vagy lehet, hogy majd előkerül, de a dallam megmaradt. De mégis gondoljunk az őseinkre, a Kéri, Keszi, Kül, Gyarmat, Tarján, Megyer, Jenő. Ezek a törzsek miben voltak egyek? A magyar világszemléletben. És ez az egy gyönyörű himnuszunkat szeretném önöknek eljátszani. Biztosítsuk azt, amit más nemzet
nem tud adni az emberiségnek. Itt önök előtt többször elmondtam, hogy mit adtak a magyarok a világnak. Nem fogom ismételni, mert szinte nincs olyan dolog, amely a világ fontos dolgaiba szerepel, hogy nem magyarokhoz, nem magyar emberekhez lehetne kötni annak kimunkálása. Nyilvánvalóan arról is beszéltem, hogy ezt elsősorban annak a csodálatos magyar nyelvnek köszönhetjük, amely alkalmassá teszi az agyunkat a digitális és analógiás gondolkodásra egyformán. Ugye a mai digitális világban az analógia az eltűnik más emberek fejéből, a mi magyar nyelvünk ezt őrizni fog, és még egyszer, hát ha nem voltak itt többek, amikor én a saját analógiás felfedezéseimről beszéltem, tehát analógia, amikor valamilyen más tárgykörből a saját kutatási területeimre átveszek dolgot. Én nem professzor társaimtól tanultam meg szívsebészetbe azokat a dolgokat, amit a világon először tettem. Mondok egy-egy példát. Tehát ugye én föld alatti csillésként kezdtem az életemet, mert annak idején bár nem kellett felvételiznem, biológiai verseny az országos tanulmányi versenyen elért eredménye okán, de Magyarország összes egyeteméről kizártak annak idején 1966-ban. Úgyhogy, és mondták, hogy helyezkedjek el a termelő munkába, én annak előtte is ott voltam, mert paraszt gyerekként én 12 éves koromtól önellátó voltam, de úgy gondoltam, voltam paraszt munkás, bányász még nem voltam, és ezért az urán bányákban föld alatti csillés volt az első munkahelyem. Tudják-e, hogy miben különbözik az urán érc bányászat a szén bányászattól? Valószínű nem, mert ahogy elnézem, nem olyan sokan voltak szénbányával, egyáltalán nem voltak az uránbányával önök közül. Tehát a szénbányászatban nagy tömegben van a szén egybe, és mennek előre, vájatot csinálnak, és jobbra-balra állva fúrják a szenet, és roppantással, vagy egyéb más módon, régen csákánnyal, vermelővel, de ma már roppantással termelték a szenet. Az urán bányász, más bányász. Az urán érszet tartalmazó kőzet 50-70 cm. Ferdén helyezkedik el, tehát alul a csillesor, és ferdén fölfelé, ahogy a kőzetet bányáztuk ki, az a gravitációval csorgott le, bele a csillébe. Igen ám, csak amikor ugye itt több férfi van, mint szokványos előadásokon, amikor önök Black & Deckerrel a falat fúrják, hogy befúrjanak egy csavart, az asszony sápítozik, hogy milyen port lesz. Igen, a kőzet az port termel. És ez a tüdőben lejutva, 3-4 év alatt az urán bányászok tüdőrákot kaptak, ezért kidolgoztak egy vizes eljárást, tehát a fúrógépbe spriccelt a víz, így nem borzott, hanem ilyen iszapszerű folyamodványként a kő mellett a por lefolyt. Mert a bőr az tovább bírja, tehát a bőrünk 8-10-12 évig bírta, és akkor rákosodtak el az uránbányászok. De hogy jön ide a szívsebészet? Hát amikor
a fő ütő ér, meszes billentyűjé operáltam, ugyanúgy röpködött jobbra-balra a méz, akár csipesszel, akár fogóval fogta meg, és a sikeres műtét után kicsi méz nem lesz észre az ember, de elég egy színes, gombostű fejnyi méz, sikerült a műtét, de az agyba elment ez a méz, és a beteg nem ébredt föl, vagy félbénán épült föl, vagy a koszorú érbe ment el, akkor meg infarktussal ébredt föl. Analógiára az uránbányász mit csinált? Vizes fejtést. Mit vezettem be a szívsebészetbe? A vizes fejtést. És ettől kezdve nulla volt a halálozás, és ugye a szív billentyű méz az nem sugárzott, még sugárveszély sem volt. De mondok még egyszerűbben, önök közül az őszhajak emlékeznek, különösen a falusiak, hogy a falusi festő Piktor hogy húzta a csíkot a plafon alatt. Mert több csíkot is hozott, aranyszegély, úgy van, úgy, bizony, koromos madzagot. Tehát bekoromolta a madzagot, és a két ponton belőtte, hogy hol van körülbelül vízszínbe, és rá pattintotta a falra, és ott, ahol a korom volt, ott húzta meg a csíkot. Szívsebész, be fogom fejezni az analógiát, de mi volt számomra, amit én befejeztem, bevezettem a szívsebészetbe? Hát én nem orvos madzagot használtam, hanem steril cérnát. Vetettem ide a szedcsontnak a vájolatába, a másik végét a szedcsont farkára, azt rányomtam erősen, kipróbálhatják, ha körömmel megnyomják a bőrüket, ott van egy kis fehér csík, ez 3 másodpercig ott van, és egyetlen egy metszéssel, a szikémmel csontig vágtam az összes szövetet. Ez nekem kb. 5-6 másodperc volt. A legügyesebb sebészek a világon ezt 1/4 óra 20 perc alatt tudták elvégezni. És azt gondolták, hogy én lézerrel vágom a sebet, mert ugye az nem mindegy, hogy a műtét sikerült, de egy gyönyörű fiatal hölgynek a két keble között ott van egy csúnya heg, ezért ezek a hegek, mivel nem gyötörtük, nem kapáltunk, ahogy tanítványaimnak tanítottam, hogy ne kapálj, mert a szikével próbál egyenes vonalat húzni, és akkor állandóan korrigálni kell. Magyarul a falusi Piktortól tanult vízszintes nálam azt eredményezte, hogy gyönyörű vonalhegekkel gyógyultak a sebek. Mindezt azért mondtam el, mert valamennyi felfedezésünk, ugye gondolják el, hogy a kerék és a kocsi, ami nem ment át Észak-Amerikába, mert Dél-Amerikába, hogy vontatták a terhet az indiánok, 2 villásfára tették a terhet, és a ló 2 oldalán a fa lógott. Mennyivel más volt, mennyivel kevesebb terhet, és mennyivel lassabban vihették a terheket, mint kerékkel. Covid. Milyen vírus ez a Covid? Itt 2 év alatt kiderült, hogy Magyarországon 10 millió Covid szakértő van. Mert mindenki mondja magáé, hadd ne mondjam a nevüket ezeknek a szerencsétleneknek, mert a válasz, mifajta vírus ez a Covid, a válasz nem tudjuk. Ha nem tudjuk, hogy milyen az ellenség, akkor hogy készülhetünk föl speciálisan az ellenségre? Mert ha támad egy sereg, halljuk, hogy jönnek a törökök.
de nincs információk arról, hogy ágyúval, hány puskával, van-e valami titkos fegyverük, mit csinál a várvédő? Az általános védelmet erősíti. Önöknél az általános várvédelem, az általános immunitásnak a fokozása. Figyelem! Az általános immunitáshoz mi kell? Szabad levegőn tartózkodni, napfényen lenni, mozogni, és természetes, lehetőleg ételmérekkel nem mérgezett táplálékot fogyasztani. Az én feleségem, hogy 50 éve vagyok házasságban a feleségemmel, de 2,5 hónapig nem tette ki a Váci utcai lakásban a lábát. A fiam és én vittük az élelmet, mert annyira elhitte, amit, hogy a szobába kell maradni. Szobába karantén vajon, és itt a fogalmakat tisztázni kell. A karantén jó vagy nem jó? A karantén jó, de a karantén nem megvalósítható ebben a világban, ahol a banán 2000, 5000, 10000 kilométerről hozzánk, az egész világból terítik az élelmiszer dolgokat, már a csomagolás is hiába csomagolják, nájron zacskóba, azt emberek csomagolták be, ezek nem sterilizált dolgok, hanem emberi kéz és emberi levegőn, ott, ahol lélegeznek. Van egy borzalmas film, a fiam nekem megmutatta, hogy vendéglőkben mit csinálnak bizonyos élelmekkel, ha nem tetszik a vendég. Ismerik ezeket a dolgokat? Hallottak róla? Inkább nem is mondanám el, mert akkor holnaptól nem mennek vendéglőbe. Tehát a lényeg az, hogy a karantén ebben a modern világban megvalósíthatatlan. Az idős ember, tehát tessék megnézni, halálra ítélt raboknak is van naponta szabad levegőn séta. Önöknek pedig azt mondják, hogy maradjanak a lakásban, nyugdíjasok, ki ne menjenek, ne mozogjanak, mert ha kimennek, akkor jön a vírus. És kitalálták ugye azt, hogy a vírus ellen az a maszk, ami ott van, az véd. Tehát én az életem egyharmadán maszkba töltöttem. Igen ám, de a maszk viselésének van egy szabálya. 2 órán túl egyik maszk sem védi a steril felületet, tehát magyarul ez azt jelenti, ha nem nyúlok a maszkhoz, mert a hozzányúlok már elvesztette a hatását, és látom, tudják, hogy miért találták ki a fekete maszkot? Hát mint ugye Kádár rendszerben a klótgatya, azon nem látszik semmi. A fehér nem ül, meglátszik a fehér maszkon, ahányszor oda nyúlok a maszkhoz, annyiszor fertőzöm a maszkot. Tehát magyarul, ha a kezemet nem védem, hogy lehet védeni a kezet? Hát a gumikesztyűt húznak, és minden kilincsfogás, minden busz kapaszkodó után fertőtlenítik a gumikesztyűt, mert a kezüket nem tudják fertőtleníteni, ahhoz be kell mosakodni. Tudják mennyi a sebészi bemosakodás időtartama? 3-4 perc a mechanikus tisztítás, ez körömmel, kepével erősen kell szappanozni, utána pedig a fertőtlenítőszerrel 4-5 percig bemosakodni. Egy ilyen bemosakodás a sebészeknek 10 perc. De otthon ezek közül sok minden megvalósítható. Hát egy.
Az úri asszonyok valamikor kesztyűbe jártak az utcán. Fehér kesztyű látszik okoz. És a célnakesztyű ki lehet főzni. Tetszik érteni? Sőt, a maszkot, amit megvesznek 200, 300, 500, 700 forintért, hát azt nem dobjuk el naponta 5-ször, az már csak 1000 forint a maszk. Hát nem dobjuk el, de van megoldás. Ha csinálnak, régen ugye éppen kiszámoltam, ugye az unokáim olyan környezetszennyezők, mert a pelus, amit ma használnak, az egyszer használatos. Olyan tömegű pelenkát használnak, az én feleségem egy rezsónk volt, és a fiú gyermekünket úgy neveltük fel, hogy a pelusokat kimostuk, és kifőztük a pelenkákat. Tetszik érteni? Nem termeltünk szemetet, mert mondják, hogy azért nem kell gyermeket nemzeli, mert környezetszennyező. Nem a gyermek környezetszennyező, hanem mi, amikor használunk ilyen semmire nem használható pelenkát utána. Olyan szemétegyek vannak, mert az körülbelül, most már tudjuk azt, hogy egy csík, ugye, hallották a... Igen, köztársági elnököt, ugye, mert ő most ezzel foglalkozik, inkább ezzel foglalkozom, mint politikával, de egy csík 3000 liter vizet szennyez el. Na most ez a baj, hogy szegény köztársági elnökünket is erőteljesen átverték, mert ha butaságot mond, akkor hiteltelenné válik. Tehát még egyszer egy csík, mert ugye itt mindig a részletekben van az ördög. Milyen csík? Ha önök között voltak dohányos emberek? Munkás, Kossuth, emlékeznek rá? Azok úgynevezett mezítlábas cigaretta volt, ott nem volt ilyen szopóka, szivóka, hanem dohány volt. Na, ha azt eldobtál, attól csak a levéltető pusztult el, de az ember nem. Ja, hogy ugye egyre hosszabb a szivóka, műanyag, és azt eldobjuk a szennyezőt, így van, meg a kicsi gyermek pelenkája, higgyék el, hogy ugye, de mondhatnánk a papír zsebkendőt is, mert a szöveg zsebkendő, tehát olyan csúnya az, amikor azt ki kell mosni. Tessék kiáztatni a saját dolgunk, és akkor most elmondok önöknek egy olyan titkot, amit a paraszti világban soha nem követtek el. Önök hogy fújják ki az orrukat? Most ugye a tesztvizsgálatnál ide fölnyúltak majdnem az agyunkba, szóval ez is egy olyan barbár beavatkozás, mert már csak fél centi, és bent vannak az agyba. Nem véletlenül találták ki ezt a borzalmas eljárást. Még egyszer Attila király, hogy ölte meg az drága feleséget Nász éjszakán. Sokat itt Nász éjszaka, ugye Attilának nem egy felesége volt, ezt elfelejtik elmondani. Hogy ölte meg a Nász éjszakán Attilát a feleséget? Az orrán keresztül ekkora, nem biztos, egy ceruzával bárki, bármikor meg tud ölni egy ember, alvás közben észre se veszi, egyszerűen fölöki a ceruzát, és itt a rostasejteken keresztül bemegy az agyba. Így ölte meg Michael Babcock, egy amerikai történész, 15 éven szentelt az életéből arra, hogy bebizonyítsa Attila halálát, az a címe a könyvnek, Attila utolsó éjszakája. Na, most a Covid. Csak olyanokat mondok, amely mindenkinek elfogadható tanács. Hogy fújják ki a orrukat? Mára, ami új dolog, az ugye az én kicsi unokám
megtanult a bekapcsolni a porszívót, azon ilyen takony szívót, és leszívta az orrát, nem fújta, szívta. Ha elmennek Japánba, nem látnak orrot fújni, maszkot látnak. Az én professzor társam 1984-85-ben a Harvardon egy japán professzor volt, hogy fújta az orrát? Hogy fújta az orrát? De bátran, bátran, tessék, nem fújta az orrát, szívta. Aztán a csula, ami oda ment, ha nagy volt, akkor papírzsebkendővel beleköpte, ha kicsi volt, lenyelte. Micsoda borzasztó dolog, lenyelte a szutykot. Kedveseim, önök mindannyian, amikor nincs náthás időszak, másfél liter orrváladékot nyelnek le. Mi ennek az óriási előnye? Hát a legszennyezettebb testrészünk az orrgarat, száj. Itt baktériumok, vírusok, gombák, protozoak, mindenféle állatkák vannak. A szájüregben vannak már olyan anyagok, a nyálmirigyek, meg a mellék, a fültőmirigy termel olyan váladékokat, ami oldják a baktériumok, vírusok burkát. De a nyelőcső az indiferens pH-jú, tehát magyarul 7-es pH van a nyelőcsőben. Abban a pillanatban, amikor ez a váladék lekerül a gyomorba, milyen a gyomor pH-ja? Savas, erősen savas, 1,5 és 2,5 között van. Ha ebbe bejutnak a baktériumok, vírusok, gombák, ezen a pH-n minden pusztul. De a doktor bácsi fölírja önöknek, mit ír föl? A savlekötőt, így van, a praktikusan a H, tehát hidrogén ion termelését gátló gyógyszereket. Ezek a gyógyszerek megemelik a gyomor savi pH-ját 4-5-5-re, azon átszánkáznak röhögve a baktériumok, vírusok, gombák, és elméletileg a vékony belül steril. Abba a pillanatban már nem lesz steril, hanem a baktériumok átmennek a vékony bélen, és most jön a tragédia. Mert a vastag belül minden milliliterében 5 millió kóri baktérium van, barát baktérium. De a föntről bemennek ezek az ellenségek, pusztítják a kóri, és ilyenkor alakul ki, micsoda kolitis ulceróza, fekélyes vastagbélgyulladás. Tudják-e, jelen van-e önök között belgyógyász, orvos, főleg gastroenterológus, aki a gyomorbél működéssel foglalkozik? Mert azt talán tudja, hogy a kolitis ulceróza odáig eljut a borzalmas betegség, a ráknak az előszobája, meg kínzó, hasmenés, bélgörcsöt. Hogy gyógyítják a kolitis ulceróza egy részét manapság? Mivel? Ilyen kapszulát kapok rá, szalofalkal. Kedvesem, a szalzopirin az a gyógyszere, de nem így gyógyítják. Ezzel nem tudják meggyógyítani, ezzel találták ki. Hogy gyógyítják? Kakival. De a vastag bélben van a saját jó baktériumok, azok elpusztultak, pótolni kell. Megpróbálták végbélen keresztül a vastag bélbe feljutatni. Nem hatásos. Hogy csinálják ezt? Szondával levezetik a vékony bél, vastag bél kezdetéhez, és a székletet adják be a család valamelyik egészséges tagjának a székletét. Na most bárki, aki ugye
a természetben él, figyelem, az állatvilágban sok minden megvan, amiből az ember tanulhatna. Csak ez olyan degusztáló. De kérdezem én, ha a vastagbél rák miatt kiszájasztatják a hasfalat, az nem degusztáló, nem kellemetlen. Ezért hívom fel a figyelmet. A reflux az nem betegség. A reflux az a táplálkozás hibája. Én, ha valakinek itt refluxa van, egy hónapon belül bárkit meg tudok gyógyítani a refluxtól. Hogyan? Hát nagyon egyszerűen, nem szabad ennyiszer enni. Mert a gyomor az, ha pihentetjük, általában csak gondolják el, ha gyomor, bélbaj van, akkor mi az első diéta? Meg könnyű étel. Kis krumpli, semmi zsiradék, semmi fűszeres növény. Tehát magyarul, ha itt van önök között olyan, aki reflux özönvágéja diagnózis, és a doktor fölírta a különböző savcsökkentőt, a pantoprazoltól kezdve a kvamazelit, milyen bolond a világ? Hát, ugye nekem otthon tévénézés nincs, de feleségem ilyen internet, meg televízió függő, mert állandóan azt nézi, és mit hirdetnek, hogy zabálás előtt kvamatert vegyem be egy órával, akkor nyugodtan zabálhat, de ha mégis fáj a gyomra, akkor a zabálás után vegyem be hasnyál mirigy tablettát, ami segíti az emésztést. És milyen egyszerű nem enni, kevesebbet enni, és nem kell kvamatert bevenni. Kvamatert mindnek hívják, ez a önöket mindenhol és mindenki gyógyszer fogyasztásra próbálja rávenni. A koleszterinről már beszéltem, de ismételten elmondom. Csak annyit kérek, hogy akinek fölírják, olvassa el, hogy mi van odaírva szövődmények. Mindegyik kell ott, hogy meg lehet tőle halni. Hát milyen gyógyszer az, ami halált okozhat? Betegséget okoz, koleszterin csökkentő tablettát ne vegyék be. De most a Covid-ról tartunk előadást. Hát ha miért beszéltem erről, hogy ne szedjenek be kvamatertek, pantoprazolt, ne csökkentsék a savat, mert a Covid is, ha ide bekerül és lenyelik, akkor a gyomorsav elpusztítja. Ha fölemelik a pH-t, nem pusztul el. Ja, meg ugye ezekkel a turkálásokkal. Ha ön bemegy, be akar menni a kórházba, az első, hogy beleturkálnak ide a voltak ilyen helyen, ahol azzal kezdték, hogy nem, ugye, nem voltak. Hú, de semmi. De volt azért, van aki rákényszerül. Tehát a kórházba akarnak menni, akkor elős a belépő bizonyos egyszerű, de életmentő műtéteiknél is. Hát képzeljék el, hogy a szívsebészeti beavatkozás se végzik el, csak a negatív a tesztje, majd megvannak a védőoltások. És már is odaértünk, mert hogy ez a csoda szép dolog, ez az emberi sejt. És a Covid, mint a bombák röpülnek felé, de a józan eszükre hivatkozom. Hallottak a spanyol nátháról? Az első háborúban hallottak arról, hogy 10 000 ember halt meg a harctereken. Másfél év alatt a spanyol nátha az influenza A vírus okozta halálozás mennyi volt?
több szám van, bármit föltenne, a legalsó szám 21 millió. De van 50 millió, sőt, olyan becslések is voltak, hogy 100 milliós nagyságrendű volt. Tehát még egyszer, a spanyol nátha okán meghaltak minimum 21 millióan. De egyet elfelejtenek elmondani, mennyi volt a föld lakóinak száma 1920-ban és 21-ben? 1 milliárd 800 millió. Tehát abból halt meg a 21-30 millió, most mennyi a világ lakóságnak száma? 8 milliárd. Mennyien haltak meg, mert ezt naponta küldik a statisztikát, jelenleg 4 milliónál valamennyien többen. Tehát 8 milliárdból 4 millióan. Nem egészen 2 milliárdból 30 millióan. Akkor kérdezem, hogy melyik vírus volt a keményebb, agresszívebb vírus? A Covid vagy az influenza? Szeretném megkérdezni a jelenlévőket, hogy legyen olyan kedves, valaki mondja meg nekem, hogy tavaly előtt és azelőtt influenza szövődménybe hányan haltak meg Magyarországon, a világon, vagy 4 éve, vagy 5 éve. Ja, nem tudjuk, mert nem vizsgálták. Vajon, ha vizsgálták volna, akkor hol tartanánk? És nem kérdezem, hogy higgyék el, hogy a modern orvoslás legnagyobb felfedezése a védőoltások felfedezése. A védőoltások. De ha a védőoltások hitelét veszték, hogy mi mire jó, akkor a világ fölborul. Ugye annak idején talán emlékeznek rá, egy miniszter, meg az egészségügyi miniszter, meg az államelnök kiálltak, és influenza védőoltásokat adtak be a kamerák előtt. Nem tudjuk, hogy mit adtak be, mert nincs az ampullában, nem derül ki, hogy fiziológiás konyhasó volt, vagy influenza védőoltás. A lényeg, hogy 3 millió védőoltást csináltak, és ebből csak 500 ezeret tudtak beadni, eladni. Hát ez egy igen nagyon ráfizetéses üzlet volt. Most nem kérdezem meg, hogy ki milyen védőoltást kapott, mert azon nem lehet segíteni. De tudják, mi a gond ezekkel a kiváló tüskefehérje védőoltásokkal? Pfizer és társai, ugye Kalikó Katalin szegény 20 éve kint Amerikába gülcölt, dolgozott, és most, hogy a egyik gyár felfedezte, hogy abból nagy üzletet tud csinálni, miből is? Emlékeznek arra, hogy egy gyógyszernek a kimunkálása hány évet vesz igénybe? Az FDA, az Amerikai Egyesült Államok Food and Drug Administration rövidítése minimum 10-12 év egy gyógyszer kimunkálása. Tessék nekem mondani, hogy ezek a nyugati vakcinák, ezek mennyi idő alatt munkálódtak ki? 3-4 hónap. Úgy van. Ennyi? 1-2. Hónap. Nem év. Hónap. Tehát fél év se telt el. Az igaz, és itt megállunk egy pillanatra, hogy nem tudjuk, hogy ez a vírus miféle. És esetleg van, aki tudja, hogy miféle? Hát az, aki kikísérletezte. Ugye Kínában, ahonnét elindult a fertőzés, attól 100 kilométerre egy laboratóriumban a kínai és amerikai biológiai fegyver dolgozó gyárban állítólag hasonlóan az ebolához és az AIDS-hez, mert ott is a kísérletező állatok kísérleten
részvevő állatok szabadultak ki, és ez a világjárvány így indult el, nem tudjuk. Nincs bizonyíték, nem is lesz, mint hogy a Kennedy gyilkosságra se lesz bizonyíték hosszú ideig. Nem tudjuk, hogy miféle ez a vírus. Az, aki kísérletezett, az előre kikísérletezte a védőeszközt, hogy magát védje. Úgyhogy tessék figyelni, hogy ezek a nagy híres professzorok hogy halnak meg Covid vírusba, minden esetre önöknek sem kell meghalni Covid vírusban. Mit kell tenni? Vegyük sorra. A saját immunitásunk. Mitől függ? Melyik vitamin felelős az immunitásért? Helyes. Nagyon fontos a D-vitamin. A C-vitamin viszont vírusölő. Én 1984-ben meglátogattam a Nobel-díjas professzorunkat Woodsholba, egyik dolgozatomat, kutatási eredményemet neki ajánlottam, és Szentgyörgyi Albert az időtáj naponta 12-20 ezer milligramm C-vitamint vett magához a vírus és daganat megelőzésre. Én nem mondtam, hogy vegyenek be ennyit, de ha megint támad, mint ahogy támad az influenza is, mert kettő egyszerre lehet, egymás mögött is lehetnek, egymás mellett is lehetnek, és ez igazán a nagy gond, de az biztos, hogy a C-vitamin vírusölő. De most ősz van. Szeptember, október, november első hete, ne a patikába vegyék meg a C-vitamin, könyörgöm, mert minden mesterséges vitamin balra forgató. Balra forgató. A természetes vitamin jobbra forgató, olyan, mint a nap járása. Azzal egyezik meg, nem véletlenül az édesanyákat. Én öreg anyám, mikor tanítottam anyámat a rántás keverése, meg a sütemény kikeverésére, soha nem visszafelé balra, hanem jobbra kellett keverni. Tehát a C-vitamin és az összes vitamin jobbra forgató. Majd, ha jön a november és a hideg, nyírkos idő, akkor hogy tudnak védekezni a vírusfertőzés ellen? D-vitamin. És még? Mi az, ami mindannyiuknak rendelkezésre áll, és Fleming kéri mag, nézi mikroszkóp alatt, hogy mi történt? Hát, penicillin gomba megölte a baktériumot. Fleming így fedezte föl az antibiotikumokat. Önök ebből milyen hasznot húzhatnak? Ha kimennek, most mindjárt, már hónap után jön a hűvösebb, hullik a levél az erdőbe, a levelek rohadnak, és ha rothadók a leveleken sétálnak, gomba, micéliumok szállnak föl, és ingyen antibiotikus kezelésben tudják részesíteni a tüdejüket. Mély belégzés, 5 liter, 4 liter beszívnak, és a legutolsó kis léghólyagba is eljut a gomba, ami megöli a baktériumokat. A baktérium ráfertőződést a veszélyes, és nagyon fontos, akinek unokája van, a pici gyerekek óhatatlanul felső légúti infekciót kapnak. De ma az édesanyja már ha 38 fokos hőemelkedés van, akkor dugja be a popsiba a lázcsillapítót, meg adja az antibiotikumot. Eszükbe ne jusson, könyörgöm. A vírusok hőérzékenyek. A vírusoknak a legnagyobb pusztító hatás a láz. Az én öreg anyám, amikor mi is megfertőződtünk víruson, ránk tette a dunyhát, és
39-40 fokos lázba voltunk egy éjszaka, ott minden vizes lett, csak akkor avatkoztak be, ha a hőmérséklet elérte a 41 fokot. De tudják-e, hogy a vérfehérjék nem 41, nem is 42 fokon csapódnak ki. Ugye az a veszélyes, ha valaki nagyon magas a láza, akkor a vérbe lévő fehérjék megfőnek. Mikor csapódnak ki a vérfehérjék? És megint az öreg anyjuk tanácsára. Ott van, ha a dulákat megkérdezik, meg a szülő, a szülésznőket, ők rettentő sok mindent tudtak, boszorkányok voltak, a boszorkány ez nem negatív jelző volt, ők gyógyítók voltak, bábák, boszorkány. Na, még egyszer, ha 43 fokon csapódnak ki a fehérjék, akkor miért veszélyes a 41-42 fokos láz? Bátran lehet szólni. Hogy? Elmondom, jó? Azért, mert a máj, ami biokémiai konyhánk, az egy fokkal melegebb, mint a hónaj meg a végbél hőmérséklet. Tehát amikor 41 fokot mérnek, akkor már a máj 42-43 fokos. Ezért emlékeznek rá, a magas oldalát mit csinált öreg anyám? Hova tette a hűvös vizes borogatást? Csuklókra, bokákra és a hasra, a májra. Tehát magyarul a láztól nem félünk, a láz barát, ha nagyon magas a láz, akkor vizes borogatás. Pici gyerekeknél nem szabad, mert hogy bele kell tenni hideg vízbe, azon meg tudják ölni. A gyermeket annyi fokos vízbe kell tenni, ahány fok a láza, és lassan hűteni. A béka effektust ismerik? Többen ismerik. Ha egy békát a szabadból beledobok egy 23 fokos vízbe, kiugrik, mert meleg. De ha a békát beleteszem hideg vízbe, és lassan melegítem, föl tudom forralni, meg tudom főzni a békát, nem ugrik ki. Mindig erre gondoljanak, a gyermeket is nem kell kiugratni, hanem a késői vizet szép lassan hűteni. Covid. Ez a Covid védőoltás. Kaptunk ám úgy vagy 28-29 védőoltást. Aztán erről nem nagyon beszéltünk. Pedig mennyi minden bajtól óvott meg bennünket. A korombeliek talán emlékeznek az 54-55-ös gyermekparalízis járványra. És akkor még kocka cukron emlékeznek rá? Cserfektettek és szkarifikált. Nincs gyermekbérulás. Van bárányimlő ott, ahol nem oltanak ellene. De ez a Jóisten jele. Teszik tudni, de nekem szó, nem magának, hogy hagyjam abba már. De ott van, hát lejárt az idő. Jóisten sokféleképpen jelez, tudják, valamikor mindig a telefonon, a zsebembe hordtam, és mindig kértem az embereket, amikor elkezdtem, hogy kapcsolják ki, hogy halkítsák le, és tartom az előadást, egyszer csak megszólal a telefon. Ugye néznek az első sorban az emberek egymásra, egyiknek se szól, hanem én állva tartottam az előadást, és ilyen piszkátoros telefon, ami nem csak hangot ad, hanem még így rezeg is, és mindenki lát, hogy az én zsebemben szólal a telefon. Akkor megfogadtam, hogy soha nem fogom mondani előadás előtt, előadás alatt meg azért nem, mert a Jóisten nekem így jelzett, mert itt van még előadó, ugye, 4 órakor. Nem, az ő idejét nem használhatom fel, de ezt a könyvet azért írtam meg, mert nem szabad félni. Krisztus Urunk legfőbb parancsa a ne féljetek.
A Bibliába, tessék utána nézni, 365-ször van a ne féljetek. Önöket félelembe kergetik, rettegésbe, ugye a maszk ilyen használata, ami nem az előírás szerű, inkább ártalom, és abból lehet látni, megyek az utcán, látom, régen a sárga csillag, az mutatta a zsidó embereket, most a maszk az utcán mutatja a félelembe lévő embereket, mert az égvilágon 2 méteren túl semmi haszna nincs, zárt közösségben meg van. Nem az egyént védi, hanem a környezetet védi, amikor nem köpöm rá a vírus. Tehát a masznak van jelentősége. De nagyon-nagyon fontos az, hogy mit kell tenni azért, hogy ne kapják meg a vírust. Test, lélek, szellem. Mindegyik fontos. Ha megtiltják, hogy az emberek közösségbe menjenek, mint önök ide, vagy templomba járó emberek a templomba, vagy futballmeccsért rajongó emberek, nézzék meg ezt a szerencsétlen válogatottat, hány ember nézze meg, mert végre kikiabálhatta magát. Hát nem szabad megtiltani, hanem meg kell tenni az óv intézkedéseket. Tiszta levegő, tiszta víz, tiszta táplálék, tiszta lelkismeret, sok mozgás. Ezt kérem mindannyiuktól, és a legfőbb parancs, a ne féljetek. Nincs okuk félni, mert ez a klíma, amit a Kárpát-medencében van, semmihez nem hasonlítható. Ezt értsék meg és higgyék el. Gondolják el, hogy ott vannak a homoksivatagban, az arabok nagy része. Ott vannak a 45 fok nappal, 40 fok éjjel klímában az emberek. Itt most gyönyörű 25 fok van, de éjjel kinyitja az ablakot, 8-10 fokban lehet jókat levegőt szippantani. Tessék óránként légcserét végezni. 10 mély belégzés, 10 nagy kilégzés. A vírus itt is legyőzhető, rezgés. A vírus, nincs a vírusnak energiarendszere. A mi sejtjeink energiájából él. Ezért, ha vírusfertőzést kapnak, különösen a gyermekek, pihenni kell. Idős ember a vírusfertőzést kap, pihenni és a természetbe kimenni. Pihenni, lassan gyalogolni, pihenni, kimenni. És mit kell ilyenkor? Nagyon fontos a diétát. Nem szabad terhelni a gyomrot, mert attól van a reflux. Én most befejezem, de kérésem az én drága barátom azt mondja, hogy fölállása. Nem. Ülve, ha meg akarnak tisztelni, akkor ülve, becsukják a szemüket, 1 percet kérek önöktől, ez alatt az 1 perc alatt mindenki kérje a Teremtő, hogy a nemzetünket óvja meg a nagyobb bajtól, a családunkat is, az egyén pedig a vírusfertőzéstől. Indul, nézem az órát.
Önöknek a csendet köszönöm, Csabának a meghívást, és Fehér Farkasral fogom befejezni. Az olimpián magam is néztem, és a céllövő versenyekben a puskán lehetett állítani 10 méterre lőttek, szélsebesség, északról, délről, jobbról, bal, 10 méterre. Hatalmas erő van a puskában, a golyóban, de lehetett állítani a szélsebességet, fáradt, lőmérsékletet, és 10 méterről beletaláltak a lukba. Tessék, figyeltem, látták, hogy lebegtek az ászlók? Milyen szél volt? Hogy számítja ki 100, 200, 300 méterről a szélsebességét, és ugye ő nem kis ívben lő, hanem ott fog becsapodni. Micsoda zsenialitás kell ahhoz, hogy valaki lőjön. Én nálam, ugye nyáron gyerekek voltak a felvidékről, abrót iskolás, és ő bajvívás, nyilazás, íjazás, dárdavetés, én a dárdavetés mondom, ilyen töpörtyű, 10 éves gyerek, ugye dobta a dárdát, oda dobta, ahol kellett, mondom majd én. Odaállt az a nagy bőnc, öregember, fogtam onnét, ahol ő dobta, fogtam a dárdát, bum, beleesett a földbe. Ezt azért mondtam el, mert minden gyakorolni kell. Fehér Farkas elmondta, hogy egy kiváló barátja, egy csoda íjász ember, a lovas íjász. Ugye? Tudják, hogy kívül van? Kassai Lajos. Kassai Lajostól tudom, hogy azt az íjat, amit Fehér Farkas megfeszít, az íjász nem tudja felfűzni. Tetszik érteni? Tehát Fehér Farkas olyan erőt tud kifejteni az íjával, nem csak az íjnak kell olyannak lenni, azt meg kell feszíteni, hogy Kassai Lajos nem tudja megfeszíteni. És ugye a világbajnokok, de hány világbajnokságot nyert? Ahol elindult, azt mind megnyerte. És kap életjáradékot? Kap olimpiai bajnoknak járó egyszeri, meg életre szóló pénzeket? Hányszoros világbajnok? Hányszoros olimpiai bajnok? Kicsit Makovesz Imre, aki élete volt barátom, döbbenettel tapasztalom, 10 éve halt meg. Egyetlen egy építménye nem volt Budapesten. Addig még élt. Én tudom, hogy mennyire fáj. Most, ugye, a magyar emberek csak a halál után tudják megbecsülni nagyjaikat, és ezért nagyon fontos, menjél, járd az országot, és tanítsd az embereket, mert te ebben hiteles vagy. És igenis, ahogy mondta, ez nem dicsekvés. A magyar honnan hozta a dicsőséget. Ugyanúgy, ahogy a tulaj, tehát a gyógynövény, ezek olyan kincs van a kezünkben, hogy föl se fogjuk. Tehát adjon az Isten hosszú időt, erőt, hogy egyrészt a világcsúcsot soha nem fogják elérni. Tehát nem magyar ember nem fogja megdönteni a világcsúcsot. Ha magyar ember lesz, aki olyan tehetséges lesz, és annyit gyakorol, mint te, nem 1000 fő naponta, hanem 2000, az lehet, hogy megdönti, de más ember a te világcsúcsodat soha nem fogja megdönteni. Úgyhogy ezért hálás vagyok a Jó Istennek, hogy megismerhettem, megint meghallgathattam az előadásokat, és higgyék el, szóval annyi drága, jó magyar testvérünk van, akiket lehetne becsülni életükbe, tanulják meg életükbe becsülni az ilyen embereket, nehogy tapsoljanak. Ilyen könyvben majd lehet, hogy